Idén az e-napló forradalmasította az építési szakma egy részét, a napló vezetésében viszont könnyítéseket tervez az építészetért felelős helyettes államtitkárság, mondta Evég József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építészkamara elnöke. Hozzátette, az idén elfogadott intézkedés csomag további könnyítéseket tartalmaz. Ebben az évben ebből a szempontból mértékelő dolgok több csomagban lettek rendezve ebben a miniszterelnökségi anyagban. Minden esetre az egyik fő csomag az a lakossági építéssel kapcsolatos bürokrácia csökkentésnek a programja. Ennek a folyamatnak van néhány olyan alappillére, amiből szerintem már néhányan azért hallottak. Ez például a 160 négyzetméter hasznos alapterületet el nem érő lakások, vagy ezt kevésbé szoktuk mondani, bővítésre is igaz a történet, csak a 160 négyzetméter összterületig ér vényes, akkor ugyanaz a szabály. Ezekre építési engedélyt nem kell kérni. A jövő év talán január 1-től lépnek életbe majd ezek a dolgok. A kamara elnöke hozzátette, ebben az esetben is kell készíteni terveket, de az csak egy tudomású vételi eljáráson esik át. A hivatalos szerveknek a benyújtást követően 15 napja lesz az észrevételezésre. Születőben van ugyanez a témakörhöz kapcsolódóan egy ilyen teljes Magyarországot lefedni kívánó és a lakásépítéshez segítséget nyújtó úgynevezett mintaterv állománynak az összeállítása. Ennek egy kicsit későbbi még a határideje, talán a jövő év közepe vagy vége az, ameddig ennek fel kellene állni. Hát valaha voltak, és egyesekben lehet, hogy rossz szájízőek az úgynevezett típustervek, amik egy ilyen szép albumból kiválaszthatók voltak, egy bármilyen képességű, de adaptálni képes építész vagy építész technikus is képes volt letenni valahova a házat, aztán ebből vagy jó dolog jött ki, vagy egymás mellett esetleg butaságok kezdtek el gyülekezni. Ennek a logikának most az lenne a lényege, hogy a mintaterv katalógus az tájegységenként valamiféle külön sajátosságokat viselő anyagként születne meg. Vég József elmondta, a tavalyi év mélypont volt építési szempontból, ettől az évtől viszont már emelkedő tendenciát mutat az építkezések száma, így 2015-ben már jobb évet zárnak a tervezők és a kivitelezők is.